A szerdai kupakudarc után ráfért már csapatunkra a győzelem. A Magyar Kupában 3-0-ra kaptunk ki a Gyirmottól, míg múlt hétvégén ugyanennyire a Budaörstől. Finoman szólva, nincs jó formában csapatunk. A dolog már annál inkább. Utolsó két meccsüket megnyerték, és tavaly elvitték mind a három pontot innen. Most is ezt szerették volna. A mérkőzést Szigetvári Márk vezette, asszisztensei Varga Gábor és Berényi Ákos voltak. A vendégcsapat kezdte veszélyesebben a találkozót, a második percben Pap éresen középre lőtt, labdája elcsúszott mindenki előtt. 5 perccel később Farkas csapott le egy szabad labdára, egy igazítás után lőtt, 20 méteres lövését Mursics könnyedén védte. 11. perc forró baloldali beadását, Tomás senkitől sem zavartatva 5 méterről fölé fejelte. 14. perc orosz lövését fogta Mursics. 17. perc. Egy baloldali beadást követően Valencsik az ellenfél hátára lőtte a labdát, ami oda pattan Délcekhez, a vendég támadó 8 méterről pedig nem hibázott. A 18. perc rögtön a középkezdés után Korozman perdített kapura, a labda már túljutott a kapuson, de Busztus aggolvonalról kivágta a labdát. 25. perc gyors vendégkontra végén Barna lőtt kapura 24 méterről, Varga nagyot védve szögletre ütötte a labdát. 30. perc egy jobboldali szöglet után Valencsik emelkedett a legmagasabbra és vétetetlenül bólintott a kapuba. Kiabított előző hibáját játékosunk. 55. perc a visszafutó Gárdos elpöccintette a labdát a lövésre készülő Albert elől, így viszont Barna jutott lövéshez, labdáját Varga gond nélkül fogta. 73. perc Délcek felívelését Valencsik fejelte le földi elé, aki köszönte a lehetőséget és közelről a kapuba lőtt. 75. perc óriási gólszerzési lehetőség maradt ki. Orosz szerzett labdát a saját 16-osán, majd az ellenfél 16-osáig vezette azt, lövését Mursics hatalmas reflexen hárítani tudta. A 85. perc Gyömbér kapott sárgalapot földi lerántásáért. A játékvezető tovább engedte az akciót, de a partjelző intésére 11-est ítélt. A büntetőt Albert Ádám értékesítette. Csapatunk zsinórban harmadik hazai mérkőzését is elvesztette. Soroksár SC, Dorogi FC, 1-3. A győzelemre gratulálnunk kell a Dorognak, de hát ugye én nem is láttam még ilyen negatív szériát, amilyen mi vagyunk, hogy folyamatosan dobjuk a hibákat, tehát ilyen hibákat, amiből kaptuk a gólt, hiszen nem is volt az első fél időben nekik támadásuk. Rápasszoljuk az ellenfélre, visszapattan eléjük, berúgják egy-nőre, vezetnek, utána visszajövünk a mérkőzésbe. Nagyon biztos voltam benne abban, hogy a másik fél időben meg tudjuk fordítani a mérkőzést. És hát a szokás szerint megjött a Dávid, lefejelte az ellenfélhez a labdát, én nem is értem. Berúgták 2-1, és hát utána volt egy olyan 11-es, ami vitatott, de nyilván nem ezen múlott, úgyhogy most nagyon nagy kurba vagyunk, úgyhogy nem tudom, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, nagyon nehéz ilyenkor bármit is mondani, hiszen szerdán megint mérkőzés van, és vasárnap megint mérkőzés van, úgyhogy hát megpróbáljuk valahogy összerakni úgy a csapatot, hogy minél jobb legyen, hiszen ez nagyon karcsú. Én azt gondolom, hogy két ellentétes fél idő volt. Az első fél időben a Soroksárnak voltak kecsegtetőbb helyzetei a gyors ellentámadásokból. A második fél időben viszont úgy gondolom, hogy mi akaratunk érvényesült. Én azt gondolom, hogy a második fél idő alapján, illetve a helyzetek alapján, a kidolgozott helyzetek, amik nagyobb lehetőségek voltak az alapján, megérdemeltem visszük el innen a három pontot. Játékosaim szívüket, lelküket kitették a pályára. Nem játszottunk ma szórakoztató futbolt, de eredményeset játszottunk, úgyhogy. De azt gondolom, a lényeg pedig az, hogy három pont megszerzése volt.